Sziasztok! Most egy gyors vlog bejegyzést akartam készíteni. Egyre többször belefutok a Facebookon abba a bejegyzésbe, hogy a Facebook így meg úgy megsérti a szólásszabadságot, ezt, azt, amaz, stb. Stb. Ma is találkoztam egy ilyen bejegyzéssel, idézem, mert itt van előttem. A Facebook megsérti Magyarország alaptörvényét, amikor a Facebook önhatalmulag töröl bejegyzéseket, embereket némít el, azzal megsérti a magyar alaptörvényt és a demokráciába vetett hitünket. A magyar alaptörvény 61. paragrafus első bekezdése szerint a magyar köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, amikor a Facebook a saját közösségi alapelveire és liberális elvek, hivatkozva a legsötétebb diktatúrákra emlékeztetően cenzúrázik, vagy ezen elveknek nem megfelelő tartalmakat önhatalmúan nem tesz elérhetővé, nem csak az alaptörvényt sérti meg, hanem lábbal tiporja a demokrácia egyik legalapvetőbb szabadságjogát. Na már most, egyet tisztázzunk. Nem akarom a Facebookot védeni, nekem is épp elég bajom van a Facebookkal, de sajnos kompromisszumot kell kötni. Ugye manapság mindenki a Facebookot használja, mindenki ott van fent, tehát hogyha valakit el akarunk érni, bármilyen üzenettel, vagy sok embert el akarunk érni bármilyen üzenettel, akkor jobb híján, mivel nincs másik ilyen megfelelő fórum, kénytelenek vagyunk a Facebookot használni. Ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy azok, akik erre hivatkoznak, hogy Magyarország alaptörvénye, elég ostobán teszik, mert fogalmuk sincs a világ működéséről, és így akarják az észt osztani. A Facebook az egy amerikai magáncég. A magyarországi alaptörvény, a magyar alaptörvény abszolút nem vonatkozik rá, sőt, nagyon sok törvény nem vonatkozik rá, úgyhogy így összemosni a kettőt, összekeverni a szezont a fazonnal, ez nagyon nagy blödség. Azok, akiknek nem tetszik a Facebooknak az e fajta hozzáállása, két dolgot tehetnek, illetve egy dolgot tehetnek, kettőt, mégiscsak kettőt. Egyrészt vagy úgy használják, ahogy a Facebook ezt elbírja, ahogy ezt a Facebook tolerálja, vagy pedig egyszerűen törlik magukat a Facebookról, hiszen senki nem kényszerít senkit, hogy a Facebookon legyen fent. Én nagyon sok vitát folytattam már okos emberekkel erről, és soha nem sikerül meggyőzni őket, de én mindig el fogom ezt mondani, hogy hiába várja bárki is a Facebooktól, hogy demokratikus legyen, amikor valaki regisztrál, akkor elfogadja a Facebook szabályzatát, elfogadja azt, hogy az ő szabályai szerint fog játszani, aláveti magát mindannak, amit ez az amerikai magáncég gyakorlatilag a nyakába sóz, és mondom, két lehetőség van, vagy használja, vagy nem használja. Mindenki maga dönti el, hogy hajlandó-e a játékszabályok szerint játszani. Ugye más esetet is mondhatnék példaként, tehát hogyha bemegyünk egy étterembe, akkor egy magán étterembe, akkor ott is gyakorlatilag az étterem tulajdonosa, illetve az étterem szabályzata szerint kell viselkednünk. Nem mondhatjuk azt, hogy már pedig én vagyok a vendég, és én fizetek, és akkor nekem bármihez jogom van. Sajnos a Facebook esetében ugyanaz a helyzet áll fönt, hogy gyakorlatilag semmit nem lehet az ellen tenni, hogy hogyan cenzúráz, hogyan gondol dolgokat. Ugye nagyon sok esetben nem is emberek cenzúráznak, hanem bizonyos algoritmusok figyelik a tartalmakat, és szűrnek szavak és különböző kifejezések szerint tartalmakat, ezzel is találkoztam már nem egy esetben. Tehát lehet tovább hisztizni a Facebookon különböző mémekkel, különböző bejegyzésekkel a Facebook ellen gyakorlatilag, de ez semmit nem ér, úgyhogy adott kormányok egyetlen dolgot tehetnek, korlátozzák a Facebook használatát, vagy lekapcsolják a Facebookot, tehát több lehetőség is fennáll, de szerintem az sokkal rosszabb lenne. Úgyhogy addig, amíg nem létezik másik olyan fórum, mert előbb-utóbb remélhetően létre fog jönni a világban egy olyan fórum, ami nem magánkézben van, hanem tényleg közösségi kézben, addig gyakorlatilag nem lehet semmit tenni, úgyhogy kár az ilyen
posztokkal hergelni az embereket, mert semmi értelme, semmi eredménye nem lesz. Úgyhogy a mai bejegyzésemben tulajdonképpen csak ezt akartam elmondani, hogyha jövőben találkozunk ilyenekkel, hogy a Facebook így, meg úgy, meg amúgy megsérti a demokráciát, meg a szólásszabadságot, hát ezt el lehet felejteni. Mondom, a Facebook egy amerikai magáncég, ő írja a szabályokat, ingyen használhatjuk az oldalt, ezért nem kér pénzt, és mindenkinek egyetlen lehetősége van, vagy elfogadja az ő általa diktált szabályokat, vagy pedig szépen továbbáll, és nem használja a Facebookot. Sajnos ez a helyzet, nem tehetünk mást ebben az ügyben. Köszi, hogy figyeltetek. Szevasztok!